Hello, sziasztok! Ne aggódjatok, amíg még engem láttok, de ne zavarjon az, hogy pakolok éppen. Mentem. <laughs> Pá. Na, gyenge poén volt, meg jobban is ki lehetett volna, jobban is lehetett volna kivitelezni, de, de nem akartam túl dramatizálni a helyzetet, mert így is elég rossz hírek érkeznek, és hát kötelességem becsületből Azt érzem, hogy, hogy ki kell állnom, és, és el kell mondanom erről a véleményemet, mert sokan követtek, és sokan számítotok rám, remélem, vagy nem remélem, nagy a teher. Uh, szóval itt a vége. Jönnek ugye, hogy alapka a hírek, folyamatosan megsoroztak minket a héten, tehát, hogy a alapkam a tíz fölé ment, kivégezték a katát egy az egybe, uh, kormányzat mániákusan zár le minden, kiskaput, hogy minden szotit felvegyen a földről, uh, pánikolnak, és ez az ez aggasztó, összeviszózzák a döntéseket, vége a ma ismert rezsicsökkentésnek, és hát nyilván ennek a kombinációját a legszerencsésebbek átélik, amikor valaki amúgy nagy hodály valakik, és akkor hirtelen lesz mondjuk a 30 ezeres fogyasztási számla hirtelen 160 ezer, meg, meg, meg közben hitelt venne fel, és akkor lesz majd ilyen 8-9 neki a kamat, de mindez katából fedezte volna, meg onnan, bevétel, de a katát meg kinyírták. Tehát, hogy itt van, akinek szinte az élete brutálisan összomlott. Szétverték és ez, ez rémisztő. Mert ma ő, holnap meg te. Európa stabilitása megremegett, teljesen egyértelmű, hogy, hogy, hogy egyszerűen, az egyszerűen a... Á, ne, tehát kiderül az, hogy, hogy az orosz medvét azt egyre ne, tehát ne, nem tud úgy szankcionálni. Ugye kiderül megint az az ősi mondás, hogy ha nálad van az alapanyag, akkor nálad van minden. A jó hír, hogy már megtettünk pár kilométert ebbe a szarba, ebbe a fosványba. A rossz hírem az viszont, hogy eddig síkon haladtunk, és még csak a dombocskák előtt, most vannak előttünk, és hát ez egyre egy izgalmasabb szituációt fog kelteni bennünk, ugyanakkor ezzel pont eldöntheted, hogy megadod magad, vagy harcolsz. Ha, ha megadod magad, akkor, akkor, akkor egy dolog lesz tuti, hogy tuti nem jössz ki ebből jól. Ha küzdesz, akkor is nagy eséllyel nem jössz ki belőle jól, de megvan a, a nyuhanszni esélye annak, hogy, hogy te azok között a nyertesek között lehetsz, akiknek ez egy game changer már megint ez a szituáció. Mit fogok tenni én? Most egy kicsit személyesebben. Személyesebb vizekre vez, veveten el, hogy kíváncsi, nem az általános bursitelésre, hogy mit kéne, meg hogyan. Csökkentem a depressziómnak a lehetőségét, és megyek tovább. Nagyon fontos, hogy tehát egyrészt azt értsük meg, hogy miért jött egy napon belül, kb. vagy két napon belül a katabeszántása, és a nek a szigorítása. Azért, mert ez egy politikai lépés, kommunikációs stratégia, hogy amíg mindenki a katával van elfoglalva, ami tulajdonképpen úgymond csak 1-200 ezer embert érint, meg a családjaikat, addig a rezsicsökkentés mindenkit. És nyilván ugye ilyenkor egy ilyen ellenpólus, ellenhírt kell, hogy mindenki a kata miatt tüntessen, és közben nem pompítjuk a rezsicsökkentésnek a hírét, ami a valódi szar lesz ennek a vége, mert ott meg azt már mert tényleg nincsen alternatíva. Mert hát nyilván egy három... Gen... Itt, ja, itt mondanak egy trükköt. Három generációs laktok, mama, szülő, meg mondjuk a fiatal felnőttek, fiatal gertlicék, csináltok azt, hogyha lehetséges, SOS-be zúzzatok be, és vagy használati megosztással bontsátok két-három lakássá azt a nagy hodályt, vagy társasháza alakuljatok, külön mérőórákkal, és így a rezsi harcot, harccal felvehetitek a versenyt. Én a helyetekben sietnék, sok pénzre fog kerülni, és még több időbe. Így is nagyon lassú a processz, de hogyha mindenki észle, ébred, hogy hoppá, csak itt tudja elkerülni a havi 150-200 ezres költségeket, akkor, akkor rohanni fog mindenki, hogy ezt megcsinálja. Tehát én a helyetben hamar lépnék, és külön Szóval a depresszió lehetőségét csökkentem, belátom azt, hogy van, ami direkt így egyszerre jön, hogy tompuljon a hatása, és próbálok mindenkelsebb újságot olvasni, akik meg a szerencsére pakolnak rá, és klikbétesen pusztítják el a bolygót, csak hogy több legyen kattintás. Próbálok emberek, ismerősökkel és is minden beszélni erről a témáról, hogy most mi lesz, hogy lesz. Nagyon sok mindent nem tudunk, és azt gondolom, hogy csak magadban bízhatsz, a saját terveidben, és az meg nem kell a másiknak az áldása. A beruházásaimat és a befektetéseimet igyekszem nem csökkenteni. Folytatom észszerű kereteken belül. Folyamatosan fel kell mérnem, hogy a bevétel oldalról hogyan alakul, engem is érint iszhatosan ez az egész helyzet, és könnyen lehet, hogy a bevételem 60-70 a el fog egyik napról a másikra úgy úszni. Folyamatosan monitorozom, és a megfelelő technikák erről mindjárt lesz szó, által stabilizálom a helyzetünket és a jövőképünket, de mindezek felett a beruházásaimhoz és a befektetésemhez nem vagyok hajlandó hozzá nyúlni. Mind úgy próbálom a hajómat evicki, hogy ezek ott maradnak bójaként, ahol vannak, és lehet, hogy még növelem is a pozícióimat. Luxus dolgokat viszont már elkezdem csökkenteni tudatosan. Ugye én nagyon sokat járok wellness például, a sok alatt értsd sok. Tehát csak most augusztusban kétszer egy hétig megyünk le exkluzív, Magyarországon, Magyarországon exkluzív szállodába. Ugye szokták mondani, hogy a szegények a tengerparton nyaralnak a gazdagok Magyarországon. Az mentségemre legyen szólva, azért ezt én januárban foglaltam le az egyiket. Hát az szerintem a kettő együtt lesz egy ilyen jó másfél millió forint most már nem tud visszamondani, tehát megyünk, de, de mondtam már itt van családnak, hogy akkor idejévre wellness stoppot hirdetek, tehát már nem fogunk tervszerűen így elmenni. Lehető lesz lehetőség, de az, az, az olyan, hogy, hogy, ott, 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 tehát ott is észszerű kettőken belül, de valójában nem tervezünk. Tehát tehát nem megyünk utazni, Ez nagyon, itt, itt, fogunk uh, sokat spórolni. Nem fogom megvenni 50-60 ezer Lego szettet, én szeretem a Legókat, és ha jön egy nagyon jó szett, megveszem, itt van a Transformers 65 ezerért Optimus Prime, na, ezt ma már nem venném meg, uh, hiába imádom, uh, tehát ebbe a luxus kiadásokat visszafogom. Nem azért, mert ma még a éhalás szélén vagyunk, egyáltalán nem, ma még, ma még nagyon jó anyagi helyzetben vagyok, messze átlagon felül, de én ezt meg is szeretném tartani, erről mindjárt lesz szó, tehát már most előre kell gondolkodni, és nem most van számomra itt az ideje, hogy, hogy ilyen extra-ba. Ugyanígy egyébként, mint a laptopomat nem fogom most lecserélni, MacBook Pro van, euh, fantasztikusan működik, a tárhely kicsit zavar meg 256 GB, sose vegyék 256 GB-osat, csak javaslom, ne az én hibámat. Uh, most, hogy ezt le kéne cserélnem, az 1 millió forint lenne, mínusz, amit kapnék ezért mondjuk 250-300 forint. Uh, na, nem jött el az ideje, Terveztem ide évre, uh, Uh, új iPhone-t venni, és nekem négy éves a iPhone, iPhone 11-en van, most a 14, azt hiszem. Azt tudni kell, hogy nekem ez munkaeszköz, tehát én a legfontosabb munkaeszközöm, amit videózás is ezt használok, tehát hogy igazából nekem indokolt lenne venni újat, de működik, és kaptam is a finanszírozást egyébként az így partnertől, hogy én ezt így le is nem cserélni, már ki is lett fizetve, de, de most úgy, fogom, úgy döntök, hogy idén mégse fogom lecserélni. Pontos ez, hogy itt is fogom, nem veszek új Apple Watchot, ezt is egyébként mely óta terveztem, hogy a Apple Watch 2-met lecserélem, most már legújabb, most már kellemetlen a de, de, de nem fogom, tehát ezekben abszolút visszafogom, pedig én aztán nagyon költekező életmódot élek az elmúlt években. Ú, étterembe járás minimalizálom. Ú, nyilván nálam én azért messziről indulok, mert most az elmúlt... Egy-két hónapban azért voltak ilyen túlkapások, hogy többször voltam a étteremben, olyan 50-60 ezeret fizettünk két fős vacsorára. Uh, nyilván az, hogy mi elmegyünk két étterembe, mondjuk barátommal, vagy valakivel, az, az is azért egy ilyen 10-15 ezer forint szokott lenni. Na hát ezt uh, visszafogjuk teljesen. Tehát, uh, tehát én azt mondanám, hogy, hogy legalább egy ilyen 60%-kal le kell csökkenteni. Uh, tudatosan figyelünk a fogyasztásunkra minden téren, a vásárlásainkra. Uh, én amit egyébként csinálok, hogy uh, mit tudom én, tehát, tehát vannak olyan dolgok, amiket mi rendszeresen használunk, és és fontosan vásárolok belőlük. Igen, készletet halmozok fel. Uh, neted, tudod, ez a neted, mert akkor hiány lesz, de én azt látom, hogy például egy egyszerű papír zsapja, amit ma 210 forintért megveszek, én félek, hogy ez nagyon hamar 400 forintba fog kerülni, és mi brutál sok használunk, nem azért, de ráadóan betegek vagyunk, allergia, három gyerek, Iszonyat sok, tehát hogy, hogy egyszerűen azért zsebiből is el nagyon sok ezret így is füstölni, tehát erre, erre is odafigyelek. Üm. Meg hát az, hogy ne dobáljuk ki a kaját, sokat lehet azon sporolni, hogy tudatosabban étkeztek, uh, tudatosabban főztök, és hogy nem dobáltok ki a tonna számra a kaját. Uh, én erre mindig próbálok figyelni, de most már lehet, hogy imány meghallgatása kerülnek otthon is, és mindenki fog erre figyelni. Uh, minél kevesebbet ülök autóba, ezt éppen hozzáteszem, hogy eddig is minél kevesebbet ültem autóba, nekem ez egy koncepció volt a munkámba is, hogy én nem jártam minden nap estre, hanem lehetőleg heti egy, max. kétszer, kivéve most nem, tehát nehéz akkor megtenni, amikor mondjuk a kamatok napról napra emelkednek, mert kell vinnem a hitelanyagot, de ettől függetlenül minimalizálom. Hozzáteszem, én, én a munkámhoz képest iszonyat keveset autózok, tehát itt, amikor én fizetek egy hónapra mondjuk 20 forint üzemanyag költséget, addig mondjuk a kollégának 60-70 ezer, tehát lehet látni, hogy én mennyit, és ugye benne bennem, hogy én sokat mi, 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 utazgatunk inkább, tehát hogy elmenjünk, mint olyan nyaralni, wellnesselni, telelni, azzal jön ez össze, tehát hétköznapi fogyasztásban nem használom sokat az autót, de ezután még kevesebbet fogom használni, jobban odafigyelek, nem veszek új autót, de még ez most ez már megint egy ilyen puritán fasága részemről, hát tavaly vettem, és gyakorlatilag egy 2019 közepi autóm van, szóval ez egy új autó még, 40, 45 ezer kilométer van benne Cusammen, nyilván ahogyan itt a jólét megcsapott, azért nyilván már szemezgettem egy, egy másik autóval, de ezt abszolút elhalasztom évekre. Tehát most meggyőztem magam, hogy annak ellenére, hogy az autót az masszív 3 millió forinttal többére el tudnám most adni, de nyilván újat veszél, ugyanúgy többe kerül, tehát, tehát, ezeket most mind, 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 kivágom az életemből. Biztonsági hálót azt javaslom neked is, erről sokat beszéltem, sokat fogom most beszélni, nekem van. A biztonsági háló az mit jelent, hogy fel vagyok készül azokra a vészhelyzetekre, hogy baleset érne, meghalnék, lerokkannék, ez mind-mind egy biztosítás. Ha érdekel, írjál, tudok küldeni nagyon olyan állatokat, amik fizetnek, mert nekem fizetett, tehát élő példája vagyok, hogy egy 30 ezeres éves balesetbiztosítás utalt nekem 650 ezeret egy kereszt szakadás miatt. Nyilván a műtét meg a befektés benne volt szükséges, Ö, ezt nem, 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 tehát egyszerűen látjuk az árakat, nem csibészkedhet. De előző videóban pont erről beszéltem, nézd meg. A lényeg az, ezt nem szabad lespórolni. Figyelj, ez, ez nem beruházás, ez a minimum, mert, mert ha van gabaszörténik, annak az árak, hogy könnyen beborulhatsz egy keresztakszakadás miatt is az árokba, szó szerint, és képletesen. Likvid emelni kell, Elmondom az új számokat. Minimum egy évre kell felemelned, és amit te kiszámoltál, mai szint, hogy ma mennyiből tudne megélni, arra rakjál rá 30 százalékot. Tehát hogy te azt mondod, hogy te, nektek a megélhetési a minimumotok, hitellel mindennel együtt. 400 forint havonta, és akkor boldog vagy, mint majd a farkának, mert, mert van 2,4 millió a számládó fél évre megvagy, akkor most mondom a fekete levest, ezt akkor azonnal emeld meg valahogyan úgy, hogy nem 400 ezer megéltésetek, hanem plusz 30 százalék, tehát 520 ezer forint a megélhetésetek, és ez egy évre, tehát nem fél év, egy év, tehát úgy, úgy hunyorító azért egy 6 millió forintot kéne annak félretenni a likviden, akinek ma 400 a megélhetése. Nagyon figyeltek, kérlek erre, mert nagyon könnyen ez lehet a döntő a ti életetekbe, sajnos nem lehet félvárról venni ilyen áremelkedések mellett. Mert lesz van időszak, elképzelhet, amikor a bevételeid nem fogják lekövetni azt a fajta árnövekedést, amivel szembesülünk. Mint ahogy a rezsi csökkentésnek a, a, csökkentése is azt jelenti, hogy bizony, ha te felette vagy, akkor mutattak ilyen számokat, hogy hogyan lesz a 50 ezres havi rezsiből 150 ezres rezsi. Tehát ilyenekre gondoljál most jelenleg. Meg kell vizsgálnod a meglévő pénzügyédet, és ezt teszem folyamatosan, úgyhogy ennek abszolút tudatosan kötögetek, és felesleges kiadásokat ki kell metszeni az életedből, és félreértesz. Nem a, tehát a, van egy havi rendszeres megtakarításod, meg egy nyugdíjbiztosításod, az kifejezetten nem felesleges, hanem ez egy kötelező dolog. Van benne befektetését, nem felesleges. Tehát, ne, megint a farok rossz végét fogjuk meg, hanem, felesleges az, hogy mondjuk van egy, egy nem tudom, egy folyószámlád, amire fizetsz havonta 4000 forintot, és kurvára nincs arra a szolgáltatásra szükséged, és rohadtul le lehetne csökkenteni havi 1000 forintra ezt a költséget, ha egy picit utána néznél a dolgoknak. Uh, itt egyébként nyugodtan írjál, lehet, hogy tudok ebben segíteni, hogy átgondolom, hogy figyelmet ajánlani olyan számlát, amivel lehet csökkenteni egyébként elérhetőségeim e-mail alul. Uh, ezt tudod csinálni, csökkentsél ott, ahol tudsz nevet félváról. Viszont ezzel egyidejűleg fejleszteni is kell. Például egy lakásbiztosításod van, nem veregetheted meg a válladat, hogy te 2013-ban kötötted, és akkor te már megtetted, amit a haza megkövetelt. Sajnos annyira elszaladtak az árak, és szaladnak, hogyha felrobban a ház, légna a ház, egyszerűen olyan szinten alulbiztosított lehet a te lakásod, hogy ott állsz letolt gatyával, hogy gyakorlatilag életed vagyona így el, elúszott, mert nem biztosítottad magad, és sajnos igen. A lakásbiztosítás fejlesztése ilyen esetben azt jelenti, hogy többet kell fizetni. De még mindig azt mondom, hogy inkább fizessél évente 15-20 ezerrel többet, mint hogy pont téged sorsolnak ki, és mondjuk a 50 milliónyi vagyonod így hús. És ott állsz, hogy akkor ilyentől kezdve albéletbe kényszerült örök életre. Uh, felelőség teljesnek kell lenni, mert nem, volt, nem voltatok. Én az voltam, meg többen azért tudom, hogy közletek azok voltak az elmúlt években, tudatosan építettétek az életeteket, amikor minden jó volt, de nagyon sokan felelőtlenül szartak bele, azt mondták, most minden jó, most most mi gond lehet, itt van a gond. Aki megcsinálta a házi feladatát, az sokkal jobb helyzetben van, aki viszont eddig uh, tücsökként élt, és nem tervezett, fájt neki tervezni, az most kergeti a saját farkát, de ezeket meg kell tenned. Mivel ezekben a pillanatokban válik szét szerintem a társadalom végérvényesen, én ragaszkodom, hogy a jobbik feléhez, a gazdagabbik feléhez kapaszkodjak minden körmönben. Ez azt jelenti, hogy szerintem ingatlan is lesznek a vevő, vagy lesznek a, a tulajdonosok, a gazdák, és lesznek a a bérlők, az emberek, akiknek, akik egyre messzebb kerülnek attól, hogy ők saját lakást kapjan, vegyenek, szerezenek maguknak, így aki, mint monopolisan minél több lakás annak annál biztosabb lesz a jövőképe, hogy bizony abban a rétegbe fog tartozni, akinek sokkal magasabb, jobb a mozgástere. Én ezen dolgozok, és nem vagyok hajlandó lemondani, még ebben a helyzetben sem, a lakásvásási céljaimról, ezt Patreon oldalról le is írtam, hogy mi a tervem, főleg itt a katát kinyírták, hogyan fogom ezt az egészet összerakni, link alul továbbra is progresszíven, de megfontoltam progresszív vagyok és leszek, Jobban át kell gondolnom nekem is, hogy mit, hogy, merre, meddig. Bár hozzáteszem, eddig is igyekeztem nagyon átgondolni, mert kérdezték, hogy kérdeztek tőlem valamit, és azt mondtam rájta, hogy, hogy, én miért nem várom azt, hogy itt az állam ellop mindent. Megmondtam, mert hogy én nem végletek, végletekben gondolkodom. Én úgy gondolkodtam, hogy ha minden jó volt, akkor vártam, arra gondoltam, hogy ennek egyszer vége lesz, és amikor most minden rossz, akkor meg várok arra, és arra gondolok, hogy egyszer ennek is vége lesz. Tehát én már erre építkezek tudatosan, az első perctől kezdve. De többféleképpen át kell gondolni, mert a jelent nem kockáztathatom a jövő reményében. Ugye emiatt az ingatlanpiacon jelen leszek folyamatosan vásárlóként, és ennek az alapjait kell megteremtenem a továbbiakban is azt kell megértened, hogy amikor vér folyik az utcán, akkor kell megalapoznod az életedet, az a game changer pillanat. Amikor minden megváltozik, így vagy úgy, de megváltozik. Amikor lehetőséged lesz, bocsánat, és azt érzem, tehát amikor lehetőséged lesz de amikor minden megáll, most szar minden, és megint jó lesz, jön egy jó időszak, és ott vagy a rajton, akkor legyen lehetőséged arra, hogy alapozd meg az életedet, legyen meg az infrastruktúrát, hogy te már csak arra várj, hogy már jó legyen minden. És azok fognak elindulni. De a legtöbben nem ezt csinálják, a legtöbben tudom, mit csinálnak, amikor szar, akkor akkor uh, még nem csinálja, mert minden szar, amikor meg minden jó, akkor már nem csinálja, mert már úgy érzi, hogy lekésett róla. Tehát vannak ezek az ilyen uh, a köztestérbe csellengők, nagyjából hiszen nem a lakosság 90%-a, aki, aki mindig megtalál a kifogást, hogy a miért nem. Mert amikor szar, akkor azért nem, amikor már jó, akkor meg már azért nem. Valójában az az igazság, hogy akkor kell leginkább cselekedni, amikor nagyon szar, és akkor kell még inkább cselekedni, amikor nagyon jó. De a kettő összefügg, hiszen amit ma fogsz felépíteni, az az fog, annak a gyümölcsét fogod meg ennek a következő jó időszakban. Figyelj, én a nagy gazdasági világválság idén kezdtem el dolgozni. Én végig jártam ezt az utat ebbe a szakmába, hogy teljesen összedőlt, hogy, hogy hogyan fejlődik ki egy kis magból minden, és olyan tudsz egy, egy, komolyabb, úgymond pénzügyi birodalmat felépíteni, egy ismertséget, és ezt végigjártam, élő példája vagyok. Pontosan ismerem ezt a játékot, és, és ezért tudok arra biztatni, hogy, hogy ne, ne, ne dőlj be annak, ne hitesd de magad, hogy most akkor innentől kezdve örök minden szar lesz, mert nem lesz, majd egyszer csak lesz egy változás, de addig is neked mindent el kell kötni arra, hogy, hogy, hogy te megalapozd magadat, hogy, hogy minden alappal rendelkez, hogy, hogy, le tudj aratni, le tud aratni egy gyümölcsöt. Uh, nagyon jó példát, tehát amikor, mit tudom, jött egy új, mint a babaváró, én azért tudtam alapvetően sok ügyfélel dolgozni, mert mert az ügyfelek már ismertek, mert az előtte levő években én megismertettem magam velük, és szóltam, hogyha, hogy ha itt vagyok. Amikor nagyon jók voltak a komatok, hozzám azért jött mindenki, mert már mindenki ismert. Tehát igazából nem lett volna sok ügyfelem, hogyha én akkor kezdek el ezzel foglalkozni, amikor amikor éppen 300 a kamat, mert akkor, meg, akkor érted, addig kell képíteni a bizalmat, most egy személyesen magamról beszélek, és ez a te életedben is igaz, hogy, hogy akkor kell a, a kontaktánod, a piacoddal, a, az életeddel, amikor minden szar, hogy, hogy, mire minden jó lesz, addigra már, már ez működőképes legyen, és tényleg már csak a naftára várjunk. Tehát alapvetően az igazság, hogy én nem akartam ezt az időszakot, vártam rá, de nem akartam. Én úgy voltam vele, hogy elkezdtem Uh, tehát szép egy ilyen nyugger akartam felvenni, olyan értelemben a gondolkodásban, hogy, hogy már nem, 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 nem uh, a Cégben nem költség optimalizálni nyilván legtörvényes keretek között, mert semmit nem akartam. Én már csak adót akartam fizetni a nem a mai, hanem a elfogadott ré tavalyi állapotokba. Ügy, úgy nagyjából, mert nem akartam harcolni senkivel, hanem hogy úgy csinálni a kis dolgomat. És sajnos az élet az, az most irákényszít arra, hogy megint fel kell vennem a kesztyűt, és harcolni kell, és én alapvetően ilyen lélek vagyok, hogy, 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 hogy nem tudom feladni, hanem. Idégúrég feladom, de utána így meggyőzöm magam, hogy fel kell állnom, le kell porolnom a vállamról a sok szart, és menni kell tovább, és folyamatosan alkalmazkodnom kell a kialakult környezethez. Ez a kulcs, az alkalmazkodó képesség. Nem az, hogy elmantrázom minden nap százszor, mennyire szar meg, hogy kibasztak velem, hanem, hogy, hogy, hogy alkalmazkodok egy kicsit ugye, a aktás helyzethez, és abból hozom ki a lehető legtöbbet, amit tudok. Mert más nem tudok csinálni. Tehát attól, mert, mert minden nap elmantrázom, mennyire szar, attól nem lesz jobb. A tettek számítanak igazán, és a gondolkodásmód. Tehát ilyen értelemben, ha nagyon szar, és egyre feszesebb az a naci, egyre kellemetlenebb a helyzet számomra is, azért azt gondolom, és, és én abban hiszek, hogy ez egy game changer lehet, hogyha képes vagyok fejben megfelelni a mai állapotoknak, és ez alapján haladni tovább, akkor el, olyan előnyre tehetek szert a saját munkámba, a saját szakmámba, amivel majd a következő időszakban duplája, háromszorosa lesz az elvárható eredmény annak, mint mondjuk aki ma siránkozik. És ez szinte mindenkire igaz, minden emberre igaz a saját területén, hogy hogy, hogy, harcolni kell, legfőképpen saját magunkkal, tenni kell, nem feladni, és, és menni előre észszel. Nyilván ésszel, tehát ne, ne fejjel a falnak. De hogyan éled meg ezt a pillanatot rajtad, mert előre a depresszió vagy, vagy, vagy benned is ég a tűz, hogy, hogy meg kell csinálni, és, 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 az élet olyan helyzetek elé állít, amit, hogyha meg tudsz oldani, akkor fejlődni fogsz, akkor, akkor jobb leszel, jobbá válhatsz tetszett a videó, dobj egy ha szeretnéd egyébként erről meg egy csomó érdekes pénzügyi témáról beszélgetni trollmentes környezetbe, gyere az IFL online Facebook közösség Facebook csoportba, Facebook, Facebook, Facebook. Ha tok neked egy begyedik begyedi kamatokkal segíteni, meg a, ismeretségemmel a ismerettségemmel, kapcsolatrendszeremmel, ami most túl fontos, mert nem fontos emelik a kamatot, és én pontosan tudom, hol lesz emelés, és minden sok, egy csomó infot, akkor írjál e-mailt alul, addig pedig szép napot kívánok, sziasztok!